A 23 megawatt teljesítményű Sopron Kövesd és Nagylós között épült szélerőműpark, amit még 2008 májusában adtak át, azóta több olyan szélturbina is épült a régióban, ami sok milliós helyi adóbevételt jelent a településeknek. Mosonszolnokon 5 szélkerék működik, az ezek után befizetett helyi adó pedig jól jön a falu költségvetésének. Az 5 szélkerék, amely 6 megawattot jelent, olyan 28 millió forintos adóbevételünk van ebből. Ebből természetesen a földadó bérleti díja után fizetett adó is beletartozik. Ez annyit jelent, hogy éves szinten egy 8 millió forinttal segíti az önkormányzatnak a költségvetését. A környéken őshonos túzok miatt Mosonszolnok térségében valószínűleg nem épül újabb szélkerék, máshol viszont épülhet. A szélipar negyed évente közel 100 millió forinttal járul hozzá az önkormányzatok gazdálkodásához, éppen ezért fontos lenne, hogy újabb parkok valósuljanak meg Magyarországon. A Magyar Szélenergiaipari Társaság elnöke szerint még ebben az évben áttörés lehet a hazai széliparban. Én úgy látom, hogy szép lassan kezd átmenni a politikai döntéshozók fejébe is az a rengeteg információ, amit a társaság ezügyben kiad, és ha információi nem csalnak, akkor az idén ez a piros lámpa zöld lámpára válthat. Szakemberek szerint egyre több olyan befektető érdeklődik hazánk iránt, akik már 2014-ben bevételt termelő szélerőműveket működtetnének a Kárpát-medencében. Ha valóban meg lesz a politikai zöld lámpa, akkor néhány éven belül felzárkózhatunk egy kicsit a szomszédos Burgenlandhoz, ahol jelenleg a felhasznált energia 80%-át szélerőművek termelik.